Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Stanislavski tézise a tehetségről. Az igazi színész nem éli sohasem a kamaszkorát, hanem száraz lábbal átlépi azt. 12 éves korában éppen olyan tehetséges, mint 50 esztendős születésnapján, csak éppen ért, fejlődött, több, színesebb lett közben. A tehetség nem gyarapszik, a tehetség van. Ami akkor lesz több, amikor az ember is több és igazabb lesz. Ennek tükrében hívtam mai vendégemet, hiszen aki több és igazabb az első pillanattól kezdve, mint akkor, vendégem pedig Keller János, a Vörösmarty Színház művésze. Szeretettel köszöntelek, illetve a kedves nézőket. Szervusz, nagyon vonatkozik rád ez a gondolatsor, és azt hiszem, hogy ez valóságos, tiszta és minden. Nos, hát egy Tapolcán született kisfiúról kell beszélnünk, aki aztán Veszprémben indult el azon a pályán, mindössze 3 esztendősen, hogy itt legyen velünk idestova 20 esztendeje Székesfehérváron, némi kitérőkkel természetesen. És hát erről kell, hogy szó essék. Azt mondtad, valahol a te sorsod eldőlt már 3 éves korodban. Sokat gondolkoztam ezen, hogy, és azt hiszem, hogy ez egy, talán egy másik műsor lenne, hogyha ezt boncolgatnánk, hogy eleve elrendelt volt ez az én sorsomban, hogy színész legyek, illetve a véletlennek köszönhető. Tulajdonképpen mind a kettő mellett lehet igazságot találni, ám én azt gondolom, hogy ugye 3 évesen kerültem Veszprémbe a szüleimmel, akik akkor megkapták az akkori régi színészháznak a gondnoki állását, és 3 vagyunk testvérek. És a bátyám nagyon sok darabban játszott, sokkal több darabban játszott gyerekszínészként, mint én. Ő teljesen elkerült a színház világától, én kevesebb darabban játszottam, és én valahogy azt éreztem már akkor, hogy amikor 10 évesen először színpadra álltam, hogy ez az én utam, ez az én életem, és tulajdonképpen nem is volt B-terv. Tehát annyira tudatosan készültem erre a pályára, hogy most akkor ezt minek nevezzük, eleve elrendelt sorsnak, vagy nem. A lényeg, hogy az álmom teljesült, hiszen én egész gyerekkoromban arról álmodoztam, hogy én színész leszek, vagy legyek színész, Istenem, csak ezt hadd kapjon meg az élettől, és megkaptam, és ezért végtelenül hálás vagyok. Inkább akkor egyesítsük ezt a kettőt, az eleve elrendelés és a tehetség találkozott, kézenfogva járt, ha úgy tetszik. Ez idejekorán kiderült már általános iskolában, hogy van érzéked, tehetséged hozzá? Az első lépés az volt, amikor 10 évesen kiválasztottak egy gyerek szerepre egy felnőtt előadásban. Ez volt a legelső, amikor találkoztam igazából a színházzal és a színpaddal, és onnantól kezdve jöttek az irodalmi színpadok, a színjátszókörök, és amint mondtam az előbb is, hogy onnantól kezdve nem is volt kérdés, hogy ez az én utam, vagy ez az én életem. A kérdés csak az volt, hogy alkalmas leszek-e erre a pályára, vagy sem. Általános iskolásként és középiskolásként foglalkoztál versmondással, színészettel tehát? Természetesen végig. Tehát végig akkor játszottam kis gyerek színjátszó köröktől elkezdve a nagyobbakig. Mentem versmondó versenyekre, bejutottam országos döntőbe is, tehát értek sikerélmények. Illetve a másik, ami szintén nagyon izgalmas volt a gyermekkoromban, hogy 13 és fél évesen már egy televíziós filmben is kaptam egy kisebb szerepet, mint gyerekszereplő, tehát azzal a világgal is megismerkedhettem. És így aztán már végképp nem volt kérdés a színjátszókkal együtt, hogy ez az út. A fontos lépcső egy ember felnőtté válásában a 18. életévén, azt gondolom, hogy a középiskola elvégzése után az, hogy ki, mit és hogyan választ. De nagyon sokat kell, hogy köszönj Vándorfi Lászlónak, hiszen a magyar színházrajongó közönség is nagyon sokat köszönhet neki, de te különösen, ahogy tetszik. Így van, én nem jelentkeztem a színművészeti főiskolára, nagyon sok oka van ennek, ez megint egy külön téma, főként családi okok miatt. Tehát 18 évesen jelentkeztem az akkori Veszprémi Színészképző stúdióba, ami akkor egy 3 éves iskola volt, és az itt nagyon komolyan vett iskola. Tehát teljesen úgy működött, mint a főiskola, hogy mindenféle tárgyunk volt, tehát a beszédtechnikától elkezdve a mozgáson át, a vívásig, a mesterségórák, és sorolhatnám tovább.
ugyanúgy voltak rosták, mint a főiskolán, tehát fél évenként rostáltak közülünk. Csak annyiban volt talán nagyobb szerencsénk, hogy mi azonnal a színpadon is kipróbálhattuk magunkat. Tehát kisebb-nagyobb szerepeket már akkor is játszhattunk, amikor színész növendékek voltunk, és ez nagyon hasznos volt. Mert amit az órákon tanultunk reggel vagy délután, a próba és az eladás között, azt tulajdonképpen már ki is próbálhattuk élesbe. És nekem abban a szerencsében volt részem, hogy elsőves növendék voltam, és mindjárt úgy kezdődött, hogy mentem be augusztusba a színházba, hogy akkor kezdődnek az órák, és akkor egyszer csak megláttam a próbatáblán, hogy kiraktak egy szereposztást. És hát nem gondoltam volna, hogy én ebbe benne leszek, mint egy új növendék, és azért úgy gondoltam, hogy ránézek, így végignézek ezen a szereposztáson, és akkor egyszer csak megálltam, még most is emlékszem rá, és ott volt a nevem. És ráadásul az első a szereposztásban. Ez egy Csukás István zenés mesejáték volt, a Gyalogcsillag. Megkaptam ezt a lehetőséget azonnal. Hát gondolhatod, hogy milyen érzések kavarogtak bennem a félelemtől és az örömtől minden, hogy én ezt meg tudom csinálni, nem tudom megcsinálni, úristen, még csak most kezdem ezt a pályát, és hogy alkalmas leszek erre. És aztán szerencsére annyi segítséget kaptam, hogy sikerült nagy színpadon bemutatni ezt a mesét, nagyon sokat játszottuk, és innentől kezdve aztán végig tulajdonképpen, tehát én 18 éves korom óta folyamatosan színpadon vagyok. Jó volt ez az iskola, ezt tapasztaljuk mi itt a Vörösmarty Színházban látogatók is, és a közönség nem különben, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a 3 év számodra. Mikor gondoltad úgy, hogy kellően érett vagy ahhoz, hogy immáron színházat válts, illetve hogy elindulj a pályán, hiszen az első év nincs zökkenők nélkül, függetlenül a sikerélményektől. És ugye az évezred, az új évezred veled kezdődött minden, ha úgy tetszik, 2001-ben itt Székesfehérváron. Ugye Veszprémben kezdtem, ugye elvégeztem a 3 év stúdiót, utána még volt 2 év gyakorlatos színész, aztán még 2 év segédszínész, mire levizsgáztattam és megkaptam a színész bizonyítványomat. Ahogy azt megkaptam, utána elmentem 1 évadot Zalaegerszegre. Zalaegerszegről még visszamentem Veszprémbe 2 évadot, és aztán 2001-ben érkeztem Székesfehérvárra. Augusztus 1-től szólt a szerződésem, de már tavasszal megérkeztem a városba, hiszen az akkori nyári színházba készült a Mágnás Miska című operett, és megkaptam annak az egyik főszerepét. Így már tavasztól itt voltam a városban. Utólag visszagondolva, nagyon fontos lépés volt ez az életemben. És nagyon fontos szakmailag is, hiszen akkor ugye Péterfi Attila volt az igazgató, és Kozák András volt a művészeti vezető, akik úgy terelgettek, és úgy óvtak minket, és annyira figyeltek arra, hogy milyen szerepeket kell játszanunk ahhoz, hogy aztán egyre jobban fejlődjünk és fejlődjünk. Hihetetlen szerencsében volt részem, hogy olyan szerepeket játszhattam el, amit te is mondtál, hogy megadták a lehetőséget arra, hogy folyamatosan fejlődjek. Ráadásul egy olyan csapat volt itt akkor, kevesen emlékeznek rá, ugye itt volt áldott emlékű Szabó Gyula bácsi. Így van. Kála Ilona, Drahota Andrea, nagyon-nagyon sokan, akiktől lehetett tanulni. Fontos volt számodra, hogy megkaptad a bizalmat ideje korán? Nagyon, nagyon, és én a mai napig úgy élem az életem, és akkor tudok igazán kiteljesedni, akár magánemberként, akár színészként, hogyha érzem a bizalmat, és érzem a támogatottságot. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket érezzem, én akkor tudok szárnyalni. Hogyha ezt nem érzem, akkor bezárkózom, és nagyon-nagyon nehezen tudok megnyílni. És pont, amit te is említettél, hogy azt tapasztaltam a kedves idősebb kollégáktól, hogy olyan szeretettel fogadtak, illetve az akkori fiatal kollégák is, hogy hihetetlen erőt és energiát adott ahhoz, hogy meg tudjak felelni egy ilyen nagy kihívásnak. Azért gondoljunk bele, hogy Iglódi István rendezte ezt az előadást, Szabó Gyula volt az apukám a darabba, ott volt a Zsúskati, ott volt a Kála Ilona, és sorolhatnám tovább. Tehát ilyen nagy színész egyéniségek közé megérkezni fiatalként, és mindjárt egy főszereppel,
de ez nagyon-nagyon hamar lecsengett, és csak a feladatot tudtam koncentrálni, hála Istennek, mert segítettek és bátorítottak, és emlékszem arra a pillanatra is, amikor két jelenet között ültem a takarásba, és ott ült mellettem Kála Ilona. És azt mondta, hogy János, rendben lesz ez, bízzál magadba, a legfontosabb az, hogy ott legyen a szíved. Tehát a bizalom nagyon-nagyon fontos. Nagyon. Ráadásul nagyon. Megkaptad azokat a szerepeket, amelyek fontosak egy fiatal színész életében, és nem különben bebizonyosodott, hogy az énekhangod nagyon-nagyon sokat segít a pályafutásodban. Mennyit kellett gyakorolnod, hogy azt a fajta Keller Jani stílust, amit ma már minden székesfehérvári színház rajongó, és nem csak itt elismer. Tehát folyamatosan kellett gyakorolnod? Én a mai napig folyamatosan gyakorlok. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a pályán soha nem mondhatjuk azt, hogy készen vagyunk, és hogy ez a plafon. Szerintem ezt életem végéig tanulni fogom ezt a szakmát, és kell is. Tehát például visszatérve az éneklésre, mivel hogy rengeteg zenés darabban játszottam, ezért ezt folyamatosan karban kell tartani. Tehát most is készülök egy zenés fellépésre, ami azt jelenti, hogy a hét több napján gyakorlok otthon. Hiszen ez egy olyan, a hangod az olyan, mint egy hangszer, azt karban kell tartani. De ugyanilyen fontos egy prózai szeretnél is, hogy az ember készüljön, és én egy ilyen típusú ember vagyok, hogy nekem nem 10-től 2-ig tart a próba, és akkor azt elfelejtem, hanem utána én még gondolkodok rajta, agyalok rajta, gyakorlok, készülök, és mindenféle dolgot fejlesztek magamban. Hogyha egy színész azt gondolja magáról, hogy nagyon sok sikert már elért, és elkezd abba fürdeni, és leül, és hátradől, szerintem abban a pillanatban vége ennek a pályának. Tehát muszáj. Te azok közé tartozol Závodszky Noémivel és Váradi Eszter Sárával, akik megéltek nagyon sok mindent. Számtalan igazgatóváltás, ugye a 2000-es évek elejétől, amikor még nem volt úgymond nagy társulat Székesfehérváron, hanem rengeteg vendégszínész érkezett hozzánk, hozzátok, majd jött a Szurdi éra, aztán 2012 óta ugye a Szikora, és az a művészeti vezetés, akit ő hozott magával. Ez mennyiben hozott változást az életedben? Mindenképpen nagyon sokat, és minden igazgató hozott. Ugye minden igazgató más gondolta a Vörösmarty Színházról, más irányba akarta terelni, hogy ez jó volt, vagy rossz volt, ezt nyilván nem nekem kell eldönteni, hanem a közönségnek, mert szerintem az a legfontosabb, hogy egy város közönsége mit gondol a színházról. Valóban ez is egy nagy váltás volt, amikor Szikora Jánost kinevezték igazgatónak, és jött az Iván, a Berci és a Csaba. Hát először is mindenképpen az már nagyon jó volt, hogy nem küldték el a társulatot. Tehát, hogy akik itt dolgoztunk már hosszú-hosszú évek óta, hogy kaptunk bizalmat. És ugye akkor kibővült a társulat, akkor lett igazán egy nagyobb társulat, és nyilván kellettek évek ahhoz, hogy összecsiszolódjunk, és valóban társulat legyen, és ne csak papíron, hanem ez mutatkozzon az előadásokban, mutatkozzon a mindennapokban. Én azt gondolom, hogy a hosszú évek alatt ez egy igazi társulat lett. És hogy pont az a fantasztikus ebben, hogy annyira különbözőek vagyunk, és annyira sokfélék, és hogyha erről elkezdeném beszélgetni, tulajdonképpen megerősíteni szerintem abban, hogy nincsenek egyforma színészek. Tehát mindenki annyira más, és annyira egyedi, és annyira különleges, hogy ettől ez egy nagyon izgalmas színházi műhely. Igen, mennyit kellett változnod, hiszen folyamatosan új társak jöttek, nagy nevek, hiszen csak a jelenlegi érát nézzük, akkor Cserhalmi Györgytől kezdve Gáspár Sándor, Derzsi János, Varga Gabi, Varga Mária, tehát sorolhatnánk napestig, hiszen igazi sztárparádé van most, és nagyon erős a színház. Ez megerősít ti azt is, aki már régóta itt van, hogy fel kell venni ezt a kesztyűt? Természetesen, hiszen az újaknak is és a régieknek is az volt a vágya, akkor is, előtte is és most is, hogy a lehető legjobb színház legyen, és a lehető legjobb előadásokat tudjuk létrehozni. És erre is van számtalan példa, mint hogy meséltem neked a Kála Ilonát, hogy mit mondott a takarásba,
azonnal eszembe jött például, amikor a Mester és Margaritát próbáltuk, és kint ültem a színház előtt, főpróba időszak volt már, lapozgattam a szövegkönyvem, és így gondolkoztam a szerepemben, nagyon nehéz volt, és nagyon összetett prózai szerep, amit nagyon-nagyon szerettem próbálni, és egyszer csak megjelent Cserhalmi György, és leült mellém a padra, és elkezdtünk beszélgetni. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, főként arról, hogy beült és nézte a próbát. És ez számomra ez olyan megható volt, és olyan megtisztelő, hogy nézi a kollégáit, és hogy mondott olyan tanácsokat, és olyan ötleteket nem tolakodóan hozzá is tette, hogy nem biztos, hogy igaza van, csak eszébe jutott egy-egy gondolat, amit látott tőlem a próbán, hogy ezek hihetetlen pillanatok. És azt gondolom, hogy így tud működni egy társulat, és így kell, hogy működjön ahhoz, hogy nagyon jó eladások születhessen. Igen, mostanság volt egyébként ennek a darabnak az elszínházas bemutatója, igen. És én magam is rácsodálkoztam, hogy milyen fantasztikus szereposztás, és milyen remek volt Hargita Iván rendezése, ugye Cserhalmi Györggyel, igen. László Zsolttal, Törőcsik Franciska, igen. És a többiek, nagyszerű volt. Viszont mennyiben erősített meg, ugye azt mondják, hogy a színész legnagyobb elismerése a taps, az mindenképpen így van, tehát nem csak közhely, viszont az elmúlt időszakban azért minden olyan elismerést megkaptál, amivel Székesfehérvár megbecsüli a színész közösséget, tehát gondolok itt a Pro Teatro Civitate Alba Regalis díjra, az Aranyalma, az év színésze, az különösen fontos, hiszen a társak is szavaznak, aztán polgármesteri elismerő emlékérem, illetve nemrégiben 6 esztendeje pedig a Fejér megyei prímadíj. Ez a tapson túl mit jelent a számodra? Nagyon sok mindent, és így visszagondolva, és tényleg nagyon bízom benne, hogy a kedves nézők nem fogják azt gondolni, hogy álszerény vagyok, de amellett, hogy nagyon örülök, azért eszembe jut az is, hogy biztos, hogy megérdemeltem, tehát biztos, hogy nekem ezt mind meg kellett kapnom, és tehát én egy olyan típusú ember vagyok, aki folyamatosan kételkedik, nyilván abban is, hogy éppen hol tartok színészileg, és milyen vagyok, hogy az jó, vagy nem jó, hogy szeretik az emberek, vagy nem szeretik. Minden esetre visszatérve a kérdésedre, nagyon-nagyon fontos és hihetetlen megható az, hogy ennyi mindent megkaptam ettől a várostól, de valóban a legfontosabb a közönség tapsa. És az, amikor megyek az utcán, és valaki megállít és ismeretlenül gratulál egy előadáshoz, és azt mondja, hogy mennyi mindent kapott egy adott előadástól, szerintem ez a legfontosabb. És hogyha nagyon egyszerűen kell megfogalmazni, és talán ide vág ez is, hogy az ember jó színész, vagy nem jó színész, vagy jól csinálja, vagy nem jól csinálja, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni ezt a pályát, vagy ezt a kérdést, akkor azt mondhatnám, hogy tudok az emberek arcára mosolyt csalni? Tudok könnyeket? Hogyha igen, akkor azt gondolom, hogy az jó. Hogy ez kinek tetszik és kinek nem, ez nyilván más kérdés, de abban biztos vagyok, hogy nekem párszor már sikerült a pályám alatt, és nekem ez a legfontosabb, hogy valamit adjak az embereknek. Ráadásul azt tapasztaljuk, tehát én azt mondom, hogy a színész népszerűségi listán nagyon ott vagy a tetején. Köszönöm. És ezt meg is értem, mert hogy jószerivel néhányatokról mindenki tudja, hiszen a városban bár keveset látunk, mármint sétálni, mert mindig valamit csinálsz. Lett légyen az közösségi rendezvény, versünnep, erről is fogunk beszélni nyilvánvaló. Ez tudatos részedről, hogy egyetlen egy szabad pillanatod ne legyen, mármint abban az értelemben, amit az elmélyülést kíván, vagy a nap 24 órája erre szolgál nálad? Én szeretem ezt az életformát, és én azt gondolom, hogy egy színésznek kötelessége az is, hogy nem csak a színházban végzi a munkáját, hanem az adott város több területén is. Tehát valahogy én így nőttem fel, hogy nagyon fontos természetesen a próba és az előadás, de mellette igenis kell találkozni a közönséggel,
kell találkozni az ifjúsággal, a fiatalsággal, ezért hihetetlen fontos nekem az általad említett versünnep, vagy az, amikor általános iskolában és középiskolában vagyok mentor, és egy előadásra készülünk egy-egy jelenettel, ami aztán a Vörösmarty Színházban lesz egy egész előadás. Nagyon fontosak a városi rendezvények, tehát én akkor érzem jól magam, hogyha nagyon-nagyon sok feladatom van, és az egyik kiegészíti a másikat. Tehát rengeteg impulzust, energiát, frissességet, új gondolatokat kapok a fehérvári fiatalságtól, ami szintén beépül a tudatomba, és nyilván ezt is tudom kamatoztatni, mint színész. Illetve bízom abban, hogy én is tudok valamit adni a fiataloknak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindennek kell ahhoz történnie az emberrel, hogy emberként és színészként is fejlődjön. Ebben a felgyorsult világban sokan úgy mondják, hogy aki tervet mond, az csak eshetőségre gondol, de mi viszont azt tapasztaljuk valóban, hogy mindig megvalósítod. És érdemes a te közösségi oldaladat látogatni. Itt még a beszélgetésünk előtt, mikor találkoztunk, említettem neked, hogy én érdeklődéssel olvastam. Rengeteg hozzászólás érkezik, ráadásul olyan közéleti témákban is megnyilvánulsz, amelyek fontosak. Tehát nem vonulsz el a saját magányodba, hanem megosztod a gondolataid a közösséggel, és ők pedig hálásak ezért. Ez tudatos részedről nyilvánvaló, nagyon sok látogatója van a Facebook oldaladnak, érdemes beleolvasni, hiszen a fotókon túl olyan magvas, értő gondolatokat is megosztasz a közösséggel, ami azt mondom, hogy kiemelt. Fontosnak tartom ezt a részét is, bár mostanában egy kicsit visszafogottabb vagyok ebben a témában. Régen nagyon-nagyon aktív volt az oldal, most kicsit kevésbé. És megmondom neked őszintén, hogy ami egy kicsit visszatart, az, hogy azzal nehezen tudok mit kezdeni, hogyha valaki áll profillal jelentkezik, és úgy osztja meg a gondolatait, legyen az pozitív vagy negatív, nem vállalja fel önmagát, hogy az, hogyha például, amit beszéltünk már az önkénteskedéssel kapcsolatban, hogy nem, ez nem egy reklám, ám valaki mégis oda ír egy negatív kommentet, hogy ez csak egy reklám, akkor így elgondolkozom azon, hogy kell-e erre például ennyi energiát, vagy ennyi energiát belefektetni ebbe a dologba. Nyilván nem fogok magyarázkodni, de te tudod legjobban, hogy hosszú-hosszú hónapok óta, már tavasszal elkezdtem az önkénteskedést, most már tényleg több hónap van a hátam mögött, még jelen pillanatban is önkénteskedek. Ezzel például az volt a szándékom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy akinek ideje és energiája van, az most tényleg segíthet az ember társain, és én ezt kötelességemnek érzem, és azért is tettem közzé, hogy esetleg ezzel példát mutassam. Hadd idézzelek pontosan ezért, mert én azt hiszem, hogy ez rendkívüli méltóságot sugároz. Mindenkinek, így nekem is teljesen más volt ez az év, írod. Hét héten voltam önkéntes az idősgondozásban, az ebédszállításban segítettem, 75 jótékonysági fellépést vállaltam ebben az évben. December 1-e óta az országos mentőszolgálatnál vagyok önkéntes, ahol adminisztratív feladatokat látok el. Hálás vagyok, mert fantasztikus embereket ismertem meg. Így van, és ez valóban így van, és nagyon röviden fogalmaztam, hiszen erről is hosszan-hosszan tudnék beszélni, hogy mit kaptam az emberektől, és hogy micsoda értéke van annak például, amikor egy ilyen önkéntes nap után azt mondja egy idős ember, hogy köszönöm. Tehát így éled az életedet Brunóval, nagyfiaddal, családoddal, aki 20 éves volt, szintén láttam. Gratulálunk ezúton is köszönöm neki. Köszönöm szépen. És volt egy másik ünnep 2020-ban, és itt most már valakit be kell vonnunk a beszélgetésbe, aki nincs itt, hiszen 100. előadás volt január 4-én az elmúlt évben a Jövőre veled ugyanitt. Sárának mondtam, hogy Jövőre veled ugyanitt, tehát így búcsúzunk, és így köszöntöttük egymást. Ma már, és ismét el kell mondjam, hogy felgyorsult a világ, 100 előadás az elképzelhetetlen. Pesten van 1-2, nyilvánvaló, padlás, stb. Nem sorolom, de a Jövőre veled ugyanitt az egy fantasztikus siker. Az első rész, a második rész nem különben. Beszéljünk egy kicsit erről, és akkor legalább szóba kerülhet Sára is. Hát így van, ugye külön hosszú-hosszú órákat venne igénybe az, hogy Váradi Eszter Sára kedves
barátnőmről, kolléganőmről beszélek, hiszen a 20 év alatt ugye már Kozák Andrásék összeosztottak minket, mint szerelmes pár, és tulajdonképpen ez 20 éven keresztül végig kísért minket, és rengeteg szerelmes párt alakítottunk, illetve játszottunk el hihetetlen szerepeket zenés és prózai darabokban egyaránt. Valóban a jövőre veled ugyanitt ez egy különleges helyet foglal a szívünkben, hiszen ez egy egész élettörténetet mutat be, 25-től egészen 80 éves korig játszottuk ugye az első, másik részt. Már több egyébként, már több mint 100-on túl vagyunk, tehát már a 110-valányadiknál tartunk. Rengeteget tanultunk belőle, rengeteget fejlődtünk szerintem. Nagyon nagy kihívás volt, és ez köszönet Hargita Iván rendezőnek is, aki nagyon aprólékosan dolgozta velünk végig a két próba folyamatot. És hát valóban az, hogy egy vidéki színházban több mint 100 előadást megér valami, arra tényleg mondhatjuk azt, hogy siker. És nagyon-nagyon jó érzés arra gondolni, hogy a fehérvári közönség nyitott és nagyon sokféle előadása eljön a Vörösmarty Színházba. Többek között erre is, és ezért is nagyon hálásak vagyunk Eszter Sárával. Nem titok, a beszélgetésünk napján, illetve néhány nap múlva a Szent Bálint napján ismét összefogtatok. Honnét jött a gondolat, hogy ilyen vészterhes időkben egy kicsit másként is köszöntsétek a szerelmesek napját? Tavaly tavasszal, amikor elkezdődött az első hullám, ugye akkor, ahogy fel is olvastad, hogy 75 fellépést vállaltam, jótékonysági fellépést, ez Veszprémben indult ez a kezdeményezés, ugye akkor nem hagyhattam el a lakóhelyemet, Veszprém városát, nem tudtam átjönni Székesfehérvárra, és így csatlakoztam a veszprémiekhez, és akkor jártuk a környező településeket, illetve a várost. És ahogy kiszabadulhattam Veszprémből, akkor jöttem Székesfehérvárra a művész karavánnal. Ugye haladtam én is, én mentem az idősek otthonába énekelni, több helyen is felléptem. És akkor most arra gondoltam, hogy már annyira hiányzik a fehérvári közönség, és hogyha nem találkozhatunk, és már annyi online felületen megjelentünk, hogy akkor most ajándékozzuk meg Székesfehérvár lakosait úgy, hogy különlegessé tesszük a Valentin napot, ha már nem jöhetnek színházba, illetve nem mehetnek étterembe, moziba, hogy akkor mi személyesen fogjuk meglátogatni a lakosokat, nagyon sok helyen meg fogunk állni és énekelni fogunk, a dalokon keresztül fogjuk átadni azt a fantasztikus érzést, ami a szerelem, és próbáljuk oda csempészni az emberekbe, illetve az emberek otthonába az élet legfontosabb részét szerintem. Tehát beszélhetünk erről is hosszan. Tehát így ezt kitaláltam, szóltam Eszter Sárának, aki természetesen azonnal partnerem volt ebben, illetve Hargita Ivánnal beszéltük meg a színház vezetőségéről, hogy ezt hadd csináljuk, ő örömmel támogatta, úgyhogy több órán keresztül énekelni fogunk február 14-én, több helyen megállunk, azt nem árulom el, hogy hol, ez is meglepetés lesz, és hát ezt szeretnénk most átadni ajándékba. Nos, tehát akkor a Covid ellenére is kerek a világ. Én bizakodva várom, hogy kezdődjék el az évad, és természetesen abban is bízunk, hogy minél több fantasztikus darabban láthatunk téged, titeket. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Hát akkor a jövőre veled ugyanitt, az teljesen természetes, hogy így lesz. Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Keller János volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!